A 2.836.000-hez közelít itthon a koronavírus ellen beoltottak száma. Az oltások ma is országszerte folytatódnak. Közben tovább tombol a járvány, egy nap alatt csak nem 6.300 új fertőzöttet regisztráltak, és 206-an életüket vesztették. 30 cent is hamufette az utcákat a Karib-tengeri Saint Vincent szigetén, miután kitört egy tűzhányó, senki sem sérült meg. Ma van a költészet napja, József Attila születésnapjáról az M1 meteorológusai is megemlékeztek. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Jó napot kívánok, Ábrahám Viola vagyok. Egy nap alatt csak nem 75.000-en kapták meg a koronavírus elleni védőoltás első adagját, így már a 2.836.000-hez közelít itthon a beoltottak száma. Csak nem 1.200.000 embernek pedig már a második vakcinát is beadták. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az M1-nek azt mondta, az oltási program jól halad, a regisztrált 60 év felettiek 90%-a már felvette a védőoltást. Írják az oltási igazolást, közben pedig adják be a vakcinát. Jól szervezett a munka a Tatabányai Oltóközpontban, több ezren kapják meg naponta a koronavírus elleni injekciót, ma főként pedagógusok. A Pfizer-t kaptam, de ha nem azt kaptam volna, mást is elfogadtam volna, mindenkit arra biztatok, hogy igen, el kell fogadni, mert ha valóban azt akarjuk, hogy az iskolák a kicsik és a nagyok egyaránt nyugodtan mehessenek, akkor én azt gondolom, hogy valóban minden magyar embernek kell. Már több mint 60.000 vakcinát adtak be a Szent Borbála kórházban, most két részlegen, 9 korteremben oltanak. Pfizer oltóanyagból több mint 7000 adagot, és Sputnikból pedig több mint 6000 adagot kaptunk, melynek az eloltása egyébként egy héten belül meg fog történni. Estére biztos érezni fogja. Oltják a pedagógusokat Debrecenben is, egy nap alatt mintegy 2000-en kapják meg a vakcinát. Óvodában vagyok pszichológus, és már nagyon várom, hogy folytathassam a gyerekekkel való foglalkozást, úgyhogy ezért döntöttem így, és örülök ennek a lehetőségnek. Magas a részvételi arány, szinte kivétel nélkül mindenki eljön az oltásra. A Debreceni Klinikai Központ folyamatosan bővíti a kapacitásokat, hogy minél többen megkaphassák az injekciót. 30 oltóhely működik napi 12 órás oltási óraszámmal. Óránként 12 személy kerül beoltásra, ami azt jelenti, hogy a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában gyakorlatilag egy nap alatt közel 5000 oltás beadására is lehetőség van. A járvány elleni harcban az oltás jelenti a megoldást, ezért fontos, hogy egyre fiatalabbak is megkapják a vakcinát, mondta az M1-en a Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézet professzora. Szabó László hangsúlyozta, háromszor annyi gyereket kezelnek kórházban koronavírussal most, mint az előző hullámban. A COVID-fertőzés gyulladást okozhat a gyerekeknél, ami magas lázzal és nagyon súlyos szövődményekkel jár. 16-18 éves kor között a krónikus betegeinket már elkezdtük oltani, és várhatóan a következő időszakban a 12-16 év közötti gyerekekre is alkalmazható lesz náluk a védőoltás, és én nagyon bízok benne, hogy a nyári időszakra pedig már az egész korosztályt, tehát a gyermekkorosztályt fogjuk tudni oltani. Csak nem 75.000-en kapták meg egy nap alatt a koronavírus elleni védőoltás első adagját, így már 2.836.000-re nőtt a beoltottak száma, és az 1.200.000-hez közelít azoké, akik már a második adagot is felvehették. A magyar lakosság 28%-a már kapott oltást, szemben a 15%-os uniós átlaggal. Jól halad itthon az oltási program, a regisztrált 60 év felettiek többsége már felvette a koronavírus elleni védőoltást, erről a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője beszélt az M1-nek. Galgóczi Ágnes elmondta, a kampány tovább folytatódik a pedagógusok és a fiatalabb krónikus betegek oltásával. Továbbra is folytatódik a pedagógusoknak az oltása ezen a hétvégén, illetve a házi orvosok a regisztráltjaiknak már a teljes listáját megkapják. Tehát amennyiben már az idő
idősek oltásra, hiszen a 60 év fölöttieknek csaknem a 90%-a már beoltásra került. Tehát, hogyha a listájukon olyan fiatalabb, de krónikus betegséggel küzdő gondozottjuk van, akkor őket is delegálhatják már oltópontra, illetve ha rendelkezésre áll a praxisban oltóanyag, akkor oltatják. Szükség is van az oltásra, mert a brit mutáns továbbra is nagyon gyorsan terjed. Csaknem 6300 új fertőzöttet azonosítottak itthon egy nap alatt, és 206-an vesztették életüket a koronavírus szövődményei miatt. Az aktív esetek száma már 270 ezer fölé nőtt. Kórházban csaknem 10500 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1290-en vannak lélegeztetőgépen. Ahogy az egész országban, a Borsod megyei kórházban is oltanak ma is. Kapcsolunk Embíró Lizához. Liza, ott kiket oltanak ma, és hogy halad az oltás? Nagyon jól halad az oltás. Ha lehet úgy fogalmazni, akkor a mai nap főszereplője a Sputnik vakcina, hiszen Sputnik első és második körös oltások zajlanak. A házi orvosok által delegált embereket oltják, jellemzően a 18 és 59 év közötti krónikus betegeket. Eddig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórház oltópontján mintegy 80 ezer beteget, 80 ezer embert oltottak be a kezdetektől. 24 oltóhely működik, és ez azt jelenti, hogy naponta 2-3 ezer embert tudnak beoltani. A legfontosabb természetesen, hogy a biztonságot garantálják. Ezt úgy oldják meg, hogy mint például a mai napon is térben elkülönítik az oltakozókat. Vagyis akit Sputnik 2-es vakcinával oltanak, azt itt ezen az épületrészben, ezen a szinten oltják, akit pedig Sputnik 1-jel, azt a felettünk lévő részen. És természetesen a távolságtartást is garantálják itt az oltóponton, hiszen már az épület előtt lévő sátorban gyülekezhetnek tulajdonképpen az érkezők, és onnan kisebb csoport engedik be őket csak az épületbe. És két dolgot enged meg, hogy kiemeljek még, ugye ma is jellemzően a krónikus betegeket oltják, ezért nagyon fontos, hogy mikor ide érkeznek, akkor alaposan gondolják át, hogy milyen betegségekkel is rendelkeznek, hogy pontosan tudják tájékoztatni az őket kikérdező orvost a betegségeikről. És a másik pedig, hogy ma többen megkapják ugye a második védőoltást is. Sokakkal beszéltünk, ilyenkor fellélegeznek, azonban azt mondják a szakemberek, hogy nagyon fontos, hogy ezt követően is tartsák be a járványügyi szabályokat. Embíró Lizának köszönjük szépen! A komfortzónáján már réges-régen mindenki túl van. Erről beszélt az Emednek a Pécsi Koronavírus Ellátó Központ intenzív osztályának vezetője. Kis Tamás szerint az intenzív osztályokon dolgozó ápolóknak és orvosoknak több mint egy éve nem csak az elvégzendő feladat nehézségével, hanem a rájuk nehezedő lelki és pszichés teherrel is meg kell küzdeni. Hozzátette, a rekreáció hosszantartó, bőven a járvány lecsengését követő folyamat lesz. Egy óriási pszichés teher az, hogy a betegszám növekedés miatt túlórák, műszakok, tömkelegét kell vállalnia az embereknek ahhoz, hogy az ellátást megfelelő minőségben nyújtani tudjuk. És egy óriási pszichés teher az, hogy mindent megpróbálunk megtenni a betegekért, erőn felül sokszorosan. Egyre több az úgynevezett post-covidos beteg, azaz akiknek hónapokkal a fertőzés után is megmaradtak a tünetei. Több kórház ezért speciális ambulanciákat hozott létre a kezelésükre. Ezekre az ellátásokra az utóbbi időszakban megsokszorozódott az igény. Örömmel látjuk, hogy a szíve az elég jól átviselte ezt a súlyos COVID fertőzést. Az utolsó ellenőrző vizsgálaton is túl van Horváth Péterné, aki nemrég esett át a koronavírus fertőzésen. Máig megviselik a történtek. Az első napoktól kezdve majdnem semmire nem emlékszem már, de lélegeztetőgépre tettek. 3 hétig voltam lélegeztetőgépen, és utána egy intenzíven tértem magamhoz. Én onnantól tudom csak a történetemet.
Itt a budapesti Szent Ferenc Kórházban kezelik a hasonló eseteket, nem csak fekvő, járóbeteg ellátásuk is van. A kórház rehabilitációs szakorvosa a Híradónak azt mondta, akinek a betegség után 4 héttel is vannak komolyabb tünetei, azoknak létrehoztak egy úgynevezett post-covid ambulanciát. Hogyha a beteg állapota a korábbiakhoz, tehát a betegség előttihez képest lényegesen gyengébb, tehát terhelésre fullad, az oxigén telítettsége leesik, vagy nagyon szaporává válik a szívverése, vagy egyszerűen még az önellátás is problémát okoz neki, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulnia. A láz fennmaradó köhögés esetén úgy szintén. Tavaly április óta foglalkoznak koronavíruson átesettek kezelésével, erre azóta olyannyira megnőtt az igény, hogy bővíteniük kellett az ellátást. Nagyon gyorsan kialakult, és nagyon gyorsan kiderült, hogy COVID utáni ellátást nem csak fekvőbeteg ellátásként lehet csinálni, és kell csinálni, hanem ambuláns ellátási formába. Dedikált post-COVID ambulancia, ezt kb. Egy hónapja indítottuk el, és úgy néz ki, hogy egy héten 3 alkalommal teljes óraszámban erre állítottuk át az ambuláns ellátásunkat. A kórház indított egy külön Facebook oldalt, amelyen a rehabilitációs lehetőségeket gyűjtötték össze. Azokat az információkat, hogy mikor és milyen panaszokkal kell orvoshoz fordulni, és milyen ellátási lehetőségek vannak. Ha a bal oldalon múlna, ma kevesebb beoltott és több fertőzött lenne. Erről beszélt Rétvári Bence államtitkár a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Azt mondta, a bal oldalt a koronavírus járvány 3. hullámában is csak a pozícióharc, a hatalom és az osztozkodás érdekli. Közben Medgyessy Péter volt miniszterelnök arról beszélt, a DK hibát követett el, amikor a keleti vakcinák ellen kampányolt. A DK elkövetett egy hibát. Azt a hibát, hogy elkezdte mondogatni azt, hogy a kínai oltást addig ne fogadjuk el, meg az orosz sem, ameddig nincs róla Európai Uniós bizonyítvány. Bírálta a demokratikus koalíciót Medgyessy Péter Újhelyi István YouTube csatornájára feltöltött videóban amiatt, hogy Gyurcsány Ferenc pártja le akarta beszélni az embereket a keleti vakcinákról. A volt szocialista miniszterelnök arról beszélt, hogy a demokratikus koalíciónak bocsánatot kellett volna kérnie az emberektől, amikor látták, hogy sikeres a magyar oltási program. Akkor rosszra fordult az, hogy kiderült, hogy beindult ez az oltakozás, és ebbe az irányban is elment, és bizony nagyon sok sikert hozott Magyarországnak. Ekkor valaki a DK-ból ki kellett volna álljon, és azt kellett volna mondja, ami egyébként nem sajátja a kormánypártoknak sem, hogy bocsánat, tévedtünk. Gyurcsány Ferenc azonban nem kért eddig bocsánatot. Szerdán, egy héttel azután, hogy ő maga is megkapta az oltást, a parlamentben továbbra is hevesen bírálta a kormány járványügyi lépéseit, és börtönnel fenyegette meg a kabinett tagjait. Maguknak nem lesz kegyelem. A demokratikus koalíció elnöke foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolta meg a kabinetet. Magukat is el fogják vinni. Nem is olyan soká. Egy év múlva, másfél év múlva, mert maguk nem megvédték a magyarokat, hanem hozzájárultak ahhoz, hogy százak halljanak meg, és ezért maguk lesznek a felelősek. És mi ezt a felelősséget számon fogjuk kérni. Tudják mikor? Amikor győzünk. És tudják mikor fogunk győzni? Jövőre. És maguknak nem lesz kegyelem. Önök azért kampányoltak, hogy lassabban jussanak a magyar emberek oltáshoz. A baloldal látva, hogy sikeres a magyar oltási program, most megpróbálja letagadni, hogy oltásellenesek lennének, mondta Rétvári Bence a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Az EMMI parlamenti államtitkára hozzátette, a baloldali politikusok ráadásul úgy próbálták meg lebeszélni az embereket az oltásról, hogy ők magukat beoltatták. A kereszténydemokrata politikus szerint ez képmutatás, mert a baloldali képviselők továbbra sem vonják vissza a parlamentnek benyújtott 2 határozati javaslatukat, amikkel jogi úton lehetetlenítenék el a keleti vakcinák használatát. Határozatuk is ott van, amit nem vontak vissza, amely mind arról szól, hogy ne legyen kínai oltás, ne legyen orosz oltás, ami a hétköznapi mai nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy több mint 1 millió emberrel kevesebb legyen védett a koronavírussal szemben. A baloldal vonatkozó kampánya megbukott. Megbukott az európai baloldal kampánya, amit a keleti vakcinák ellen folytatott. Erről beszélt ifjabb Lomnici Zoltán az M1-en.
A századvég jogi szakértője kiemelte, egyre több uniós tagállam is az orosz vakcinák beszerzése mellett döntött. Közben sorra jelennek meg a tudományos írások arról, hogy nem a vakcinák mellékhatásai miatt kell aggódnia az embereknek, hanem az álhírek miatt. Tagállam, hanem bizony a fake news, az, hogy elbizonytalanítják az embereket, az, hogy lebeszélik az embereket az oltásról, ez minden haláleset 22%-át eredményezi a világban. Hozzátette, ennek a felelősségét viselnie kell a hazai baloldalnak is, amennyiben nem hagy fel az oltás ellenes kampányával. Most pedig nézzük, hogy alakul a járványhelyzet Európában. Horvátországban az utóbbi két hétben ismét nőtt a koronavírus miatt kórházi kezelésre szoruló betegek száma. Több megyében is megteltek a kórházak, ezért újabb COVID-osztályokat kellett kialakítani. Holnaptól ismét szigorítás jön az országban, 21 megyéből 16-ban online oktatásra állnak át az iskolák, köztük Zágrábban is. Horvátországban eddig kicsivel több mint 300 ezeren kapták meg a védőoltás első dózisát. A horvátok úgy számolnak, hogy június végéig tudják majd beoltani a lakosságot. Felét. Részletek Zágrából, Kriák Krisztinától. A valamivel több mint 4 milliós országban eddig az Európában engedélyezett három oltóanyagból 340 ezren kapták meg az első dózist, 103 ezren pedig már a másodikat is. Ezen a héten közel 100 ezer vakcina érkezett Horvátországba, a hónap végéig pedig 490 ezer dózist várnak, közel annyit, mint eddig összesen. Mostanáig főleg a kórházakban és a háziorvosi praxisokban oltottak, kettől azonban több nagyvárosban is alakítottak ki oltópontokat. Szlovénia közben fokozatos enyhítésbe kezdett. Holnaptól feloldják az éjszakai kijárási tilalmat, a diákok visszatérhetnek az iskolákba, kinyithatnak a könyvtárak, a galériák és a múzeumok. 10 fős csoportokban engedélyezik a közös sportolást, ugyanakkor néhány kivétellel továbbra sem lehet egyik régióból a másikba utazni. Emellett összejöveteleket sem lehet még rendezni. Azt ígérik, ha a járványügyi mutatók tovább csökkennek, akkor újabb enyhítések jöhetnek. Lendva, Magyar Lovrics Mirjana. Amennyiben a fertőzöttek számának heti átlaga meghaladja az 1350-et, a kórházban kezelt betegek száma pedig az 1200 főt, érvénybe lép a fekete járványügyi fázis, és ismételten országos zárlatot rendelnek el, ha pedig mérséklődik a járványhelyzet, és mindkét mutató 1000 alatt lesz. Átlépünk a narancssárga fázisba, amikor is ismételten kinyithatnak például a vendéglátóhelyek teraszai és kerthelyiségei. Nagy-Britannia továbbra is az élen jár az átoltottságban Európában. Már több mint 32 millióan kapták meg a koronavírus elleni védőoltás első dózisát, csak nem 7 millióan pedig már a másodikat is. A brit kormány célja, hogy április 15-ig az 50 év felettiek megkapják az első oltást, július végéig pedig a teljes felnőtt lakosságot szeretnék beoltani. A britek több lépcsőben enyhítenek a járványügyi szigorításokon. Holnaptól jelentős nyitás jön. London, Kertész Róbert. Megnyílnak azok a boltok, amelyek nem alapvető közszükségleti cikkeket árusítanak, tehát némileg leegyszerűsítve minden olyan bolt megnyílik hétfőn, amely nem patika és nem élelmiszerüzlet. Megnyílhatnak a személyszolgáltatásokat nyújtó üzleti vállalkozások, fodrászatok, szépségszalonok, és lehetővé válik Angliában legalábbis a belső turisztikai célú utazás, legalábbis olyan vendéglátó helyeken, amelyek önellátásra berendezkedtek, apartmanszerű szállásokat most már igénybe lehet venni. Tehát egy nagyon komoly nyitási lépés történik holnap. Franciaországban kiszélesítik a koronavírus elleni oltásra jogosultak körét. Hétfőtől minden 55 éven felüli francia feltétel nélkül kérheti a vakcinát, jelentette be az egészségügyi miniszter. Elsősorban AstraZenecát kaphatnak, ugyanis március vége óta fiatalabbakat nem oltják ezzel az oltóanyaggal. Horvát, illetve Franciaországban eddig a lakosság 15%-a, mintegy 10 millió ember kapta meg a vakcina első dózisát. Hosszú sorok kígyóztak az oltóközpont előtt Nizzában pénteken, ahol egyetlen nap alatt 5000 vakcina beadását tűzték ki célul. Jobban megerősödve hagyják majd el ezt a helyet, mint ahogy idejöttek, biztatta az oltásra érkezőket Nizza polgármestere. A tengerparti városban egy hét alatt 50 ezer ember beoltását tervezik, miközben Párizsban az elmúlt héten mindössze 10 ezeren vették fel az oltást.
Nálunk a lakosság átoltottsága már elérte a 20%-ot, az országos átlag 12%, mondta a polgármester hozzátéve. Ennek köszönhetően Nizzában folyamatosan csökken a napi új fertőzöttek száma, a többi régióban azonban sokkal súlyosabb a helyzet. Franciaországban hétfőtől felgyorsítják az oltási kampányt. Minden 55 éven felüli francia feltétel nélkül kérheti a vakcinát, jelentette be Olivier Véran egészségügyi miniszter. Az észak-franciaországi Bouvetben már szombaton is oltották ezt a korosztályt, a legtöbben az AstraZenecát kaphatják. Tegnap este véletlenül megtudtam, hogy az oltóközpont már fogadja az 55 éven felettieket. Noha többen félnek az AstraZenecától, számomra nem volt kérdés, hogy eljöjjek, mindenkinek be kell oltatnia magát, mert csak így érhet véget a járvány, mondta egy idős asszony. Az AstraZeneca oltását a fiatalabbaknál megfigyelt vérrögképződéssel összefüggő rendellenességek miatt március 19-e óta csak az 55 éven felüliek kaphatják Franciaországban. Túl kell lépni a vakcinával szembeni bizalmatlanságon. Már több mint 30 millió britet oltottak be AstraZenecával. Létfontosságú a védőoltás, mindenkinek a lehető leghamarabb fel kell vennie az oltást, mondta a város polgármestere. Közben az aggodalmak eloszlatása érdekében a francia egészségügyi főhatóság azt javasolta, hogy bizonyos korcsoportok esetében kétféle vakcinával adják be a védőoltást. Abban bíznak, hogy a kevert oltással erősebb védelmet alakíthatnak ki, noha a vizsgálatok ezt még nem erősítették meg. A több mint 66 milliós Franciaországban eddig mintegy 10,5 millióan kapták meg az első vakcinát, több mint 3 millióan pedig mindkét adagot. A francia kormány a két héttel ezelőtt elrendelt országos zárlattal próbálja megfékezni a járvány terjedését. Április 26-áig csak a létfontosságú üzletek lehetnek nyitva, bezártak az iskolák, az emberek pedig csak 10 kilométeres körzetben hagyhatják el az otthonukat. Franciaországban a járvány kezdete óta mintegy 5 millió fertőzöttet regisztráltak, és csaknem 100 000-en haltak meg a koronavírus szövődményeiben. A névleg pártok mára nem képviselik az olyan értékeket, mint a nemzet, a hagyományos család, a keresztény kultúra és az emberi méltóság. Ezt írta a családokért felelős tárca nélküli miniszter a német Veltám Zontákban megjelent írásában. Novák Katalin Manfred Weber korábbi véleménycikkére reagált, amelyben az Európai Néppárt frakció vezetője azzal vádolta a nagyobbik kormánypártot, hogy az Európai Néppártból való kilépéssel a Fidesz szélsőjobboldali pártokkal, például a német AfD-vel kötött szövetséget. Novák Katalin, a Fidesz alelnöke cáfolta Manfred Weber állításait, és azt írta, szigorúan elhatárolódnak az olyan pártoktól, amelyek nem állnak ki az alkotmányos rend mellett. A jövőben pedig olyanokkal fognak együttműködni, akik igent mondanak a szabadságra, a nemzetre, a családra, a kereszténységre, de nemet mondanak a migrációra, a kommunizmusra, a cenzúrára és az antiszemitizmusra. A Matteo Salvini elleni eljárás lezárását kérte az ügyészség a volt olasz belügyminiszter migránsok feltartóztatása miatt zajló ügyében. Matteo Salvini ellen hivatali hatalommal visszaélés és személyi szabadság korlátozása miatt indítottak eljárást, mert 2019-ben 5 napig nem engedett partra szállni 13 illegális bevándorlót, akiket egy olasz hadihajó vett fedélzetére. Az ügyészség most úgy találta, hogy a vád nem megalapozott. Az indoklás szerint Matteo Salvini miniszterként az akkori kormány bevándorlás politikáját követte, ezért a kikötés késleltetését nem lehet törvénytelennek minősíteni. A Liga vezetője szerint győzött az igazság. Igaz, egy másik hasonló ügyben még eljárás van ellenem. Jövő szombaton a legszűkebb családi körben temetik el a pénteken 99 éves korában elhunyt Fülöp herceget, II. Erzsébet brit királynő férjét. Az Egyesült Királyság több városában és két hadihajón tegnap díszlövések dördültek el, így emlékeztek a hercegre, aki a II. Világháborúban tengerészként szolgált. Londonban ugyanazokat az ágyukat használták, amelyeket 1947-ben a királyi pár esküvőjén, illetve 53-ban a koronázás ünnepség idején. Helyi idő szerint pontban délben dördültek el az első lövések a Temze felé néző ágyukból a londoni Towerben. Tüzérségi egységek Nagy-Britannia több városában, valamint a brit tengeren túli területen, Gibraltáron is katonai tiszteletadással 41 díszlövéssel emlékeztek Edinburgh hercegére.
A brit királyi haditengerészet hajói a tengeren adták le a lövéseket, percenként egyet, összehangolva a többi egységgel. Fülöp herceg a II. Világháborúban a haditengerészet tisztjeként a földközi-tengeri hadműveletek több ütközetében is részt vett. Bár 1947-es házasságkötése után leszerelt, magas haditengerészeti rendfokozatát élete végéig megtartotta. Tiszteletére félárbócra engedték a zászlókat a Buckingham palotában és a kormányzati épületeken Nagy-Britanniában, az óriás plakátokon pedig sok helyen a hirdetések helyett a herceg fotója látható. Bár a királyi család arra kérte az embereket, hogy a járvány miatt ne menjenek a Buckingham palotához részvétüket kifejezni, ennek ellenére szombaton folyamatosan érkeztek a gyászolók virágcsokrokkal és képeslapokkal. Ki akartuk fejezni tiszteletünket, és a gyermekeinknek is példát szerettünk volna mutatni. A herceg fontos tagja volt a királyi családnak, mondta egy gyászoló. A feleségének, II. Erzsébet királynőnek mindig támaszt nyújtó egykori tengerésztiszt, a britek számára több mint 7 évtizeden keresztül volt a remény és a stabilitás jelképe. Micsoda hűséges férfi volt, csúcs karrierje volt a haditengerészetnél, és feladta azt, hogy a feleségével lehessen. Fantasztikus ember volt, mindig is szerettem, tette hozzá egy másik gyászoló. A herceg temetését jövő szombaton tartják, és a járványügyi intézkedések miatt sokkal szerényebb lesz, mint a hasonló szertartások voltak korábban. A palota ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a temetést a herceg akaratának megfelelően rendezik. A koporsóra a herceg haditengerészeti egyensapkáját és kardját helyezik, a koporsót a királyi családtagjai követik majd élén a walesi herceggel. Nagyapja búcsúztatására hazautazik Harry herceg, Károly trónörökös és Diana hercegnő másodszülött fia, a királynő és Fülöp herceg unokája is. Egyedül a királynő érkezik biztonsági okokból külön a Windsori királyi kápolnába, ahol a gyászszertartást tartják. A kápolnába a menet a Windsori királyi palota bejáratától indul, így mindössze 8 percet vesz majd igénybe. Ezt, ahogy a gyászszertartást is, csak televízión keresztül láthatják majd Nagy-Britanniában és a nagyvilágban. Volt, ahol 30 centi vastag hamu fette az utcákat a karib-tengeri Saint Vincent szigetén, miután kitört egy tűzhányó. Emberek ezreinek kellett elhagyni az otthonát, volt, aki inkább a környező szigetekre menekült át. A vulkáni hamu súlyos károkat okozhat a mezőgazdaságban, és akár hónapokig is eltarthat, mire a sziget lakóinak sikerül visszatérniük a rendes kerékvágásba. Napközben is szinte éjszakai sötétség volt Saint Vincent szigetén, olyan sűrűn hullott a vulkáni hamu szombaton, egy nappal a Les Soufrières tűzhányó robbanásszerű kitörése után. Nem volt olyan ház, autó vagy utca, amelyet ne fedett volna be a sűrű szürkésfehér por. A vulkán környékét vörös zónává nyilvánították, és mintegy 16 ezer embert menekítettek ki a környező településekről. A hatóság által felállított menedékszállásokon több mint 3200-an töltötték az éjszakát. A sziget partjai mentén pedig hajók várakoztak, hogy biztonságba szállítsák a helyieket. Most először élek át vulkánkitörést. Nagyon félek, de reménykedem a legjobbakban, hogy ennek az egésznek vége legyen és hazamehessek, mesélte egy nő, akit a vörös zónából menekítettek ki. Szemtanúk szerint volt, ahol körülbelül 30 centi por és törmelék vette be az utcákat. A tűzhányóhoz közeli Georgetown utcáin szombaton mentő csapatok járőröztek, olyan személyeket keresve, akiket eddig nem sikerült kimenekíteni a katasztrófa sújtotta területről. Úgy nyilatkoztak, hogy bár az evakuálás többnyire zökkenőmentesen zajlott, voltak, akik nem akarták elhagyni az otthonukat. A vulkánkitörésben senki nem sérült meg, ám a szigeten élőknek valószínűleg jó pár hétig fog tartani, mire eltakarítják a hamuréteget és helyreállítják a házaikban és a termésben keletkezett károkat. Mi mezőgazdaságból élünk, én magam is mezőgazdász vagyok, és sokunk számára alapból sem egyszerű az élet. De ha a vulkáni aktivitás hónapokig folytatódik, akkor hosszú ideig még nehezebb lesz az életünk, magyarázta a katasztrófa elhárítási csapat egyik tagja. A 40 éve szunnyadó tűzhányó pénteken reggel tört ki, miután tavaly kisebb füstoszlopok eregetésével adta jelét annak, hogy ébredezik. Szombat délutára alább hagyott a hamufelhő kilövelés, de a szakértők arra figyelmeztettek, hogy valószínűleg nem ez volt az utolsó kitörés. A helyi hatóságok egyelőre kivárnak a következő lépésekkel, ám Saint Vincent polgármestere azt mondta, még hónapokig fog tartani, mire a szigeten visszatérhet az élet a normális kerékvágásba.
Egyiptomi régészek megtalálták az elveszett aranyvárost az ókori emlékekben gazdag Luxorban. A felkelő napisten Aton nevét viselő települést több mint 3000 évvel ezelőtt alapították. Korának egyik legnagyobb közigazgatási és ipari központja volt. A régészek és kalandorok már csaknem két évszázada próbálták felkutatni az ókori Egyiptom egyik legnagyobb városát, ám eddig csak korabeli sírhelyekre bukkantak. Egy nemzetközi régészcsoport azonban nagyobb sikerrel járt. Luxor mellett megtalálták a több mint 3000 éves aranyvárost a sivatag homokjában. Úgy véljük, hogy az elveszett aranyváros feltárása az egyik legfontosabb felfedezés Tutanhamon sírjának feltárása óta. Aranyvárosnak hívom, mert Egyiptom aranykorában, Krisztus előtt 1391-ben alapították, és azért elveszett város, mert senki sem hitt abban, hogy megtaláljuk ezen a helyen, mondta Zahi Hawass, Egyiptom leghíresebb régésze. A felkelő napisten Aton nevét viselő várost harmadik Amenhotep fáraó alapította, és 8 évig fiával, a legendás Echnatonnal irányította együtt. A település a környék legjelentősebb kereskedelmi csomópontja lett. Az ásatás 2020. szeptemberében kezdődött, az egyiptomi misszió Tutanhamon fáraó halotti templomát kereste, ám legnagyobb meglepetésükre vályogtéglából épített házak bukkantak fel a homokból, amelyek falai elérik a 3 métert. Találtak egy komplett pékséget, valamint főzésre és ételelőkészítésre szolgáló területet kemencékkel és cserép tároló edényekkel. Találtunk olyan tartályokat, amelyekben húst érleltek, és olyan tárgyakat ástunk ki, amelyeket harmadik Amenhotep fáraó idejében használtak. Ebben az időszakban kezdődött a napisten imádata, amely jelentősen megváltoztatta Egyiptom történelmét, mondta a szakértő. Echnaton fáraó ugyanis szakítva a hagyományokkal új kultuszt alapított, és apja halála után feleségével, Nofertitivel elhagyta az aranyvárost. A napisten tiszteletére a Nílus partján Ahetaton néven új fővárost alapított, a mai Amarna közelében. Történészek szerint a mostani felfedezés segíthet fényteríteni az egyiptomi történelem egyik legnagyobb rejtélyére, hogy a reformer fáraó miért döntött az új fővárosba költözés mellett. Ma van a Magyar Költészet napja, amit 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünneplünk. Az ilyenkor megszokott irodalmi estek, költőtalálkozók, könyvbemutatók a járvány miatt elmaradnak. Máshogy például online programokkal viszont idén is országszerte megemlékeznek. Tucatnyi vers díszíti már napok óta ezt a vámos pércsifát. A település ezzel az egyedülálló kezdeményezéssel emlékezik meg idén a költészet napjáról. Érdekes, mert ma délelőtt itt séta közben figyeltem az embereket, és igen, tehát aki itt gyalog elmegy, az mindegyik megáll, és kicsik, fiatalabbak, idősebbek, de az érdekesség kedvéért egy pillanatra elkezdik böngészni ezeket a verseket. A költészet napját 1964 óta ünneplik április 11-én, József Attila születésnapján. Az évfordulóra az ország szinte valamennyi pontján készültek. A vírus helyzet miatt azonban a legtöbb helyen online, digitális programokkal. Abhof! Kvázi una fejpályaudvar. A művészetek palotája idén meglepetés felvételeket tett közzé a médiatárában. Új novella sorozatot indítottak, és igazi különlegességekkel várják a zenerajongókat is az alkalomból. Izgalmas tartalmakat és sok új információt ígér az a film, amelyet a Budapesti Filharmóniai Társaság és az Erkel Ferenc Társaság készített a Magyar Költészet napjára. A szózat történetét dolgozzák fel, amely az alkotók szerint igazi kihívás volt. Emberi kapcsolatokat szeretnénk fölmutatni, hogy Egressy Véne, Vörös Marti Mihály hogyan alkotta meg ezt az alkotást. Megemlékezünk egyébként a Nemzeti Színháznak az akkori igazgatójáról, Bátori Endréről, aki kiírta 1843-ban a megzenésítésre a pályázatot. A költészet napjára a közmédia meteorológusai is gondoltak. A közmédia megújult időjárás jelentésében Dzsida Jenő Évszakok című versével emlékezünk meg a költészet napjáról. Jön a tavasz, s te papírcsákót fejedbe nyomod, és fakardoddal elébe szaladsz. Mulat a nyár, te vígnótákat dalolsz a fülébe, és poharatok kocintásra vár. Suhan az ősz, te sírnál is, meg kacagnál is furcsán, és sápadt arcú sejtelem előz. Tipeg a tél, s ti karonfogva együtt bandukoltok, és arcul csap a temető.
esői szél.